Megkezdték a város kijelölt közterületein a platánfák és tölgyfák, csipkés poloskák elleni, valamint a díszkörték, gömbakácok, gömbjuharok és házfák levéltetvek elleni növényvédelmi permetezését. A munkálatok a város számos pontján zajlanak majd, egyebek mellett a Kossuth-Ferenc utcán, a Kölcsey téren, a Szabadság téren és a Gubodi parkban is dolgoznak majd. A vegyszer károsodást nem okoz, ezért nem kell attól tartani, hogy a felhasználás során hulló permetszer esetleg az autókon nyomot hagyna. A várvak dolgozói arra kérik a lakosságot, amennyiben a permetezendő díszfák 10 méteres körzetében gyümölcsfák, illetve zöldségfélék találhatók, ezt jelezzék előre. A munkálatok előreláthatólag június 15 és 30-a között zajlanak. Nagyobb eső vagy szél miatt az időpontok azonban tolódhatnak.